Néhány érdekes kérdés felmerült megint bennem a földgömbbel kapcsolatban, illetve főleg azokkal kapcsolatban, akik még mindig ebben hisznek, és teljesen érthető, hogy ez így van, hiszen az egész életünk erre épül, és gyakorlatilag minden egyes eleme a világnak abból indul ki, hogy mi egy gömbön élünk, ahova amihez hozzá vagyunk tapadva, ugyanúgy, mint a víz, és bizonyos területeken az emberek, a hajók és a madarak fejjel lefelé élnek, míg a másikon fejjel felfelé, és megint csak egy másikon oldalra. Én nem is hibáztatok ezért senkit, hiszen így nőttünk fel. Azonban eljön az az idő, és ez az idő most van, hogy idejön megkérdőjelezni nem csak azokat a dolgokat, amelyeket a legtöbb ember megkérdőjelez, például, hogy honnan is ered a terrorizmus, vagy mi is történt szeptember 11-én, vagy vajon van-e korrupció a politikában, hanem ennél sokkal alapvetőbb dolgokat, és mikor az ember eljut erre a szintre, akkor felismeri, hogy igazából mekkora is a megtévesztés a világon. Remélem, hogy azok, akik ezeket a videókat megnézik, azok inspirálva érzik magukat, hogy feltegyék a kérdéseket és elkezdenek nyomozni. Az, hogy ki mire jut a végén, az egy más kérdés. A lényeg az, hogy semmi nem olyan egyszerű és nem olyan egyértelmű, mint amilyenek az tűnik. Erre fogunk egy nagyszerű példát látni most is. Ez pedig a beyondhorizons.eu weboldal, ahol is meg fogjuk nézni azt, hogy mi a világrekordja a legtávolabbra, illetve a legnagyobb távolságot áthidaló fényképnek, ez pedig a Pic Finestrelles és a Pic Gaspard 443 km, bocsánat, a kiejtése francia, úgyhogy gondolom rettenetes a favágó francia, franciám, de hát ez van. 443 kilométer a távolság, ez az a fénykép, ugye a háttérben található ez a bar de ekrén, egy kicsit, ugye azt írja, hogy balra a közepétel, ugye gondolom erről beszél ez a bar de ekrén. 4102 méter magasság, amit látunk, ez pedig ahonnan, ahol vagyunk, ahonnan megfigyeljük, ez pedig ugye ez a Pic de Finestrelles. És ez 440 kilométer távolság, ez 2820 méteren van, az egészet meg fogjuk nézni, hogy mindenki lássa, hogy hogy is kell ennek az egésznek lennie. Ugye a lényeg az, hogy ezen a képen megtalálható a két pont, a kiindulási pont, illetve, bocsánat, a kiindulási pont és a cél, célpont 440 kilométer a távolság, ez pedig ezen a térképen látható nagyszerűen, hogy mi is a terület, amit áthida ez a fénykép. Amennyiben megegyezünk abban, hogy 4102 méter magasságú, ugye ez a csúcs, és 2820 méteren vagyunk, akkor az 1282 méter szintkülönbség annyival van magasabban a célpont. Tehát 1282 méter lesz a mi magasságunk, ugye a szemvonal magassága, és a távolság 440 kilométer, ugye 440 kilométerre látható ez a csúcs, hát addig ellátott. Az azt jelenti, hogy 127 kilométerre lenne maga a horizont, és 7644 méter, azaz 7,5 kilométernél is több görbület kellene, hogy legyen a két pont között, 7,5 kilométernyi görbületnek kellene lennie, ami azt jelenti, hogy ez a csúcs egyáltalán nem látszódhat. Arról nem beszélve, hogy egy gömb felületen tetszik vagy sem, de a mi nézőpontunkból elfelé görbülnek, illetve elfelé hajolnak azok a tereptárgyak, amik a szemlélő, illetve a célpont között vannak. Tehát
ez a hegység vagy hegy, akárminek is hívjuk, elfele hajolna tőlünk, ezért még inkább nem láthatnánk. Arról nem beszélve, hogy még egyszer 7644 7644 méter szintkülönbségnek kellene lennie. Ami ezen az ábrán is nagyszerűen szemléltet. Kérdésem csak az, hogy egyrészt ugye ez hogy magyarázható, másrészt pedig, hogy akkor mi történik a hajóval mindeközben, akkor hogy tűnik el a hajó alja, meg utána a teteje, meg apránként, vagy mit tudom én. Hogyha még 440 kilométerre is látszik a hegy, aminek 7,5 kilométerre a látóhatár alatt kellene lennie. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel még nem ért véget a probléma azok számára, akik a gömbön élnek, ugyanis amennyiben hosszanti irányban görbület van, illetve hát nincs, ugyanúgy keresztben is lennie kell görbületnek, hogy létezik az, hogy még sincsen görbület. Amit értek ez alatt az az, hogy jobbra és balra is görbülnie kellene a horizontnak, hiszen a Föld az gömb alakú. Úgyhogy tetszik vagy sem, sajnos a görbület sehogyan sem található meg a Föld gömbön, de ezen kívül is vannak természetesen problémák a Föld gömbbel. Azonban érdekességképp a redbull.com weboldalon a világ 10 leglaposabb területét is megtalálhatjuk. Itt az első a Salar de Uyuni, ami azt írják, hogy ez 100 kilométer, ugye keresztben ez a terület maga Bolíviában található, 100 kilométeren 784 méter görbületnek kellene lennie ezen a területen. Következő a Tanakil sivatag, ami Etiópiában található, de Florida, Maldív szigetek szintén szerepel, a Bajkál tó, csak ugyan Ausztrália, Bonneville, sós fennsík, illetve sós síkságok, Botswanában egy terület, Jordánia. Úgyhogy ezeket érdemes azoknak, akiket érdekel ez a dolog, tanulmányozni, de így vagy úgy, szerintem teljesen egyértelmű az, hogy nagyon nehéz lesz görbületet találni bárhol is, és annak az okok pedig egész egyszerűen az, hogy nincsen. Azok számára pedig, akik még mindig azt gondolják, hogy a repülőről látszik a Föld görbülete, és egyfajtában azt kérdezgetik, hogy ültem-e már repülőn, meg néztem-e már ki repülőből. Nem csak, hogy ültem már repülőn, hanem úgy tűnik, hogy valamilyen külön soknál fogva még fényképeket is készítettem repülőn, úgyhogy itt van az egyik, azok közül a fényképek közül. Mindenkire rábízom, hogy megtalálja itt azt a görbületet, amit keres, de úgy tűnik, hogy itt egyáltalán nincsen semmiféle görbület. És ez nem az egyetlen fénykép, ahol nem látszik a görbület, hanem az egyiken sem látszik a görbület. És ez pedig azért nem látszik, mert ugye, hogy nincsen. És sajnos a látási viszonyok nem tökéletesek, de az egyértelmű, hogy a Föld az lapos, mint egy palacsinta. És még az ablakból sem látszik messz, amennyiben a látási viszonyok jobbak, sem látszik sehol semmiféle görbület. Ugyanis sajnos nincsen. Jobbnál jobb képek, de görbület az sehol sem látszik. Hiszen nincsen görbület. Az ínyencek számára pedig még ezt bemutatnám, amennyiben érdekel valakit, hogy most ez hiteles vagy sem, azt mindenki eldönti magának, ez egy NASA
referencia, kiadvány 1988. augusztusából, ami egy repülőgép modellre vonatkozik, és azzal kapcsolatban mindenféle adatokat közöl. Amit érdekesnek tartottam, az pusztán az, ahogyan kezdődik az egész, nyilván nem olvastam még a 100 oldalt, hogy miről szól pontosan, de az első bekezdés az igazán, amire fókuszálnék, és amire azt javaslom, mindenki fókuszáljon, hiszen ez az, ahonnan a legérdekesebb információ kiderül, ez pedig az, hogy ez a dokumentum ugye egy repülőgép modellre vonatkozik, amely egy szilárd tárgy tulajdonképpen, amely állandó tömeggel repül egy vízszintes, lapos, mozdulatlan föld fölött. Pontosan tudom, hogy vannak, akiket semmi nem győz meg, és az én célom nem is az, hogy bárkit is meggyőzzek, ahogyan mondtam. Ha valaki elgondolkozik, és elkezd kutatni, nyomozni maga, rájön bizonyos dolgokra, és ráébred arra, hogy az egész élet egy hazugság, az nagyszerű, amennyiben valaki nem. Igazából nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mindenki próbáljon gondolkodni, és felfedezni a világot és az igazságot, ugyanis az, amit nekünk mondtak, amiben mi éltünk, és amit tanítanak, az nagyon távol áll attól, ami a valóság. Úgyhogy remélem, hogy ebben segítettem, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!